Jó estét kívánok, ez a kezdőkör negyedik adása. Én nem is szaporítanám a szót, mert hogy ma is van bőven témánk, bemutatnám mai vendégeinket, az asztalnál ülő illusztris társaságot. Kezdjük a túlvégéről. Kis László, kiváló fotósunk, akiről azt kell ugye tudni, hogy rendszeresen jársz meccsekre, de a saját bevallásod szerint viszonylag keveset értesz hozzá, de ez ki fog derülni, hogy ez nincs így, mert azért alapvetően neked van mindenről véleményed. Véleményem van, csak nem biztos, hogy mértékadó. Ez majd kiderül. Ez az a műsor egyébként, ahol nem számít az, hogy mértékadó-e a véleményed. Aztán Laci mellett Németh Zoltán, hát sorolhatnám ugye a titulusaidat, hogy ez dolgoztál. Az egyetlen nem Laci a társaságban. Igen, az egyetlen olyan, akinek nincs a személyigazolványában László. Ugye voltál főállású munkatársa a Fehérvár Média Centrumnak, sőt, Székesfehérvár és a Média Centrum ugye engem neked köszönhet. Én hoztam őt ide, igen. Igen, ugye jelenleg az FMC-nek vagy külsős munkatársa, és nem mellesleg ugye a Noné Média Kft-nek vagy ügyvezetője, és ezáltal is rengeteg mérkőzésen fordulsz meg. Majdnem annyi, mint mellettem ülő Horog László, de csak majd. Így van. Mellettünk pedig a cápa. Horog László. Én nem tudnám föl. Tehát erre nincs műsoridő, hogy felsoroljam a titulusokat. Maradjunk annyiban, ugye, hogy a Fehérvár, vagy a Fehér megyei hírlapnak a külsős munkatársa, és a kosárlabda, valamint a kézilabda csapatnak a sajtósa. Igen, kosarasoknak leginkább. Hát azért a lányoknál is ott óvatosan, vagy. Óvatosan, visszafogottsággal. Jó, de akkor kezdjük is rögtön jégkoronggal. Hiszen akkor ugye... Akkor itt elhallgatok egy kicsit. Tehát akkor ki fog beszélni? Vagy a Laci. Jó. Ugye túl vagyunk egy olyan szezonon, ami egy borzasztó, reménykeltő alapszakasszal indult, aztán lett egy viszonylag visszafogottabb középszakasz, és hát egyenesen talán mondhatjuk így pocsék vagy gyenge rájátszás párharc, ugye Söpréssel jutott tovább a Vienna Capitals. Akkor kezdjük tényleg Lacival. Laci, te hogy látod? Tehát ez ebben a szezonban tényleg ennyi volt? Vagy esetleg igaz az, amit egyszer Hári János nyilatkozott nekünk, hogy az alapszakaszt is, hogyha megnézzük, hogy a kapuralövések száma, tényleg igazán kidolgozott helyzetek száma, hogy ez egy picit szerencsésebb szezonja volt a csapatnak, tehát többször pattant befele a korong, mint kifele, és nem arról szólt, hogy tényleg az egész alapszakaszban végig mindenki ellen jobban jégkorongozott a gárda. Az utolsó másfél hónapra elfogytak, tehát volt szerencsém, volt, aki beengedett a meccsekre itt a Covid alatt, újságírigazolva volt, aki nem, ők beengedtek, és ezért gyakorlatilag szinte minden meccsel láttam a csapatot. Itt álljunk meg, ki nem engedett be. Előfordult, igen. Volt rá precedens, NB2-es futballban kevésbé, de más sportágban előfordult. Működhetnek ők még, hogy nem engedtek be, vagy ők meg is szűntek ezzel nem, a jogutód nélkül még szűntek nekik végük. Vannak szabályok, ami 10 embert engedhetnek be, és többen jelentkeztek, mint 10, és aztán emiatt, de ritkán fordult elő, előfordult, volt egy balesetem, amiatt eleve nem is járhattam sokáig meccsekre, a folytatásban aztán döntően sikerült, és a jégkoron már végig úgy gondolom, hogy segítőkészek voltak, és láttam nagyon jó meccseket, ott voltam a rájátszásban, és sőt még a idegenbeli bécsi meccseket, és ott a VIP helyiségben egy 6-8 fővel nagyon jó hangulatban megnéztük. Jó hangulat volt maga a beszélgetés során, a meccset nézve talán kicsit kevésbé. Azzal együtt úgy gondolom, hogy az a rettenetes drámája a jégkorongnak, hogy ott azért a jegybevétel, a szponzori bevétel az döntő. És ebből most ők kimaradtak. Sőt, a szurkolókat nagyon sajnáltam, hogy itt azért voltak csodálatos pillanatok. Tehát a korábbi években a playoff nem feltétlenül sikerült, de most összejött, és ezért lett volna például ezek a karácsonyi, újévi meccsek mindig nagyon jó hangulatban zajlanak. És nagyon sajnáltam a drukkerek, és sajnáltam a vezérkart is, hogy pont egy ilyen szezonból nem tudtak akkumulálni, illetve nem tudtak olyan plusz hozadékokat szerezni, mert úgy gondolom, hogy lehetett volna itt jó néhány dolog. Tehát a bevétel szempontjából is szerintem egy rettenetes nehéz szezonjuk volt. A sztárokat fizetni kellett, tehát én úgy gondoltam, hogy ez egy nagyon komoly kártyajáték, és a csapat is jó volt. Van, aki azt mondja, hogy azért szerepelt ennyire jól a csapat egészen a végjátékig, hogy az osztrák csapatok nem gondolták komolyan. Itt minden sportágban ez lezajlik, hogy ki mennyire veszi komolyan, hogy mennyire engedi el azt a szezont, ahol nem lehetnek nézők. Én szerintem nagyon jó szezon volt. A Hári és a Bartal is visszaigazolása szerintem bomba megoldás volt, hiszen az egészen a végjátékig ott
ott lehet, hogy voltak szakmai hibák, azt nem az én tisztem eldönteni, de én úgy gondolom, hogy a két ember azért tett hozzá rengeteget, mert egyszerre rosszul egyik sem játszott. Tehát valamelyik mindig segített, és az utolsó másfél hónap ott tényleg elemzésre szorul, hogy mit ronthattak el, de én ezt a szezont végtelen pozitívnak ítélem, és nagyon sajnáltam tényleg, hogy... És itt a nézők hiánya azért domináns volt, ugyanis vannak olyan élethelyzetek, amikor ez a két 2500 ember valóban tud segíteni, és most nem tudott. Lehet, hogy itt a play-offban is az itthoni két meccsen, de voltak olyan élethelyzetek, amikor 3-0-nál, 2-0-nál volt zicser, ha ott van, ez bemegy esetleg a közönség, góra gól, tehát itt ezek kimaradtak, és mondom, a jégkorongnál különösen látványos az, hogy ott a szurkoló valóban csinál hangulatot. Ez minden sportágban érezhető, hogy nagyon szörnyű nézők nélkül a meccsek, de a hokinál itt talán az hatványozottabban gondolom, hogy ez megvalósulhat. Ez nagyon érdekes, és ezzel kapcsolatban érdekel a ti véleményetek is, mert az első adásban, itt a kezdőkörben, ugye vendégünk volt Ferenc Balázs kollégád, és ő például azt mondta, hogy ő egy picit úgy érzi, hogy lehet, hogy ez a kiváló lapszakasz, ez annak volt köszönhető, hogy nem voltak ott a szurkolók, és nem nehezedett akár csak hazai pályán egy extra nyomás a csapatra. Én megörülök ezektől a sportos lelkiségektől, hogy extra nyomás, meg hullámvölgy, meg izé, meg fűző. Én jártam a Csarnokban többször is meccsen, ugye nyilván engem is beengedtek valamilyen szinten. Hát elképesztő szörnyűség ezt így végignézni. Tehát a jégkorong Csarnok, amikor hong az ürességtől, és ott, bocsánat, most csúnyán szól, hogy csúszkálnak a srácok a jégen, nem tudom, élvezhetetlen volt. Egy ilyen egészen furcsa helyzet volt a stadionban. Játszottak azok a srácok ott, de tényleg nagyon hiányoztak a nézők. Én mondjuk egy profitól elvárnám azt, hogy akkor is jól korcsolyázik, hogyha van néző, meg akkor is, hogyha nincs néző. Én nem tudom értelmezni külsősként ezeket a hullámvölgyeket. Én is figyeltem valamennyire a jégkorongot, egyik olyan sportág, ami így megérintett az elmúlt 10 évben, és nagyon tetszett az elején, ahogy belelendültek. Ott, ahogy mondtad, gólra gól, aztán ott a közepe fel elfogyott a dolog, és ezt a végét, ezt már csak így a sajtóból értesültem róla, hogy nyilatkozott mindenki, hogy hát, hogy elfogyott az energiánk, meg a lelkiség, meg a mit tudom én ezzel nem tudom mit kezdeni. Tehát ezt én külsősként nem tudom hova tenni. Én azt gondolom, hogy egy jól fizetett profi, az minden alkalommal teljesítsen. Hát lefordíthatjuk ezt arra, hogy neked ugyanolyan jó képeket kell csinálni az üres csarnokban, mint a... Nem fordíthatjuk le ugyanarra, mert azért, amiről a Laci beszélt, az a fajta nyomás az rám nem olyan mértékben nehezedik, mint rájuk. De nekem outsiderként egészen furcsa ez, amikor erre panaszkodnak, hogy ja Istenem, hullámvölgy, nem érdekel a hullámvölgy. De hát nekik is van lelkük. Oké, de megkérdezed az Esztergályostól, bocsánat. Tehát, ezért próbáltam visszadobni neked a labdát. Ilyen szempontból elfogadom, de egy kicsit nekem sok ez a fajta lelki síránkozás, amit az élsportoknál látok. De biztos nincs igazam. Nem feltétlenül biztos. Én még annyit visszautalnék arra a Hári nyilatkozatra, amit mondtál, hogy nem feltétlenül... Én úgy látom, hogy egy kicsit itt talán nyilván... Tehát akik itt ültök, tudjátok, hogy négyünk közül a hoki az a legkevesebb közöm nekem van. Úgyhogy azért én óvatosan fogalmazok. Nyilván ez a Volán nem volt annyira jó csapat, mint amennyire jól szerepelt az alapszakaszban, és nem annyira rossz csapat, mint amennyire rosszul szerepelt a rájátszásban. Tehát itt valahol nyilván ebben benne van a szerencsefaktor is, vagy éppen a szakmai munka is, hogy hogy jön ki. Ők az elején mentek nagyon jól, a végén nagyon kevésbé. Most ezt átfordítod, és mondjuk beslusszannak egy 8. helyen a rájátszásban egy utolsó nagy hajrával, és a végére kapnak ki egy olyan formát, amiben voltak a szezon elején, akkor itt most lehet, hogy teljesen más témáról beszélgetnénk. Sokszor ilyen apróságokon is múlik. Hát nyilván a szezon vége alapvetően meghatározó, és tényleg, hogyha az ember végigörgeti a klubnak a Facebook oldalát, ahogy milyen kommentek érkeztek mondjuk 2,5 hónappal ezelőtt, amikor tényleg történelmi csúcsot állított föl a csapat a 9 egymás követő győzelemmel, majd mondjuk egy hónappal később, amikor tényleg már bele-bele szaladt a csapat a középszakaszban pofonokban, meg most a végén azért komoly differencia mutatkozik, és sok emberben ez marad meg a végén. Hát mindig ugye a vége meghatározó, mindig az utolsó élmény a legnagyobb élmény, mert ugye az a legfrissebb. És mondom még egyszer, tehát szerintem, hogyha itt tényleg nüanszokon is lehetett volna, ez másképp. Én most komoly esélyt láttam a négy közékkerülésre, de aztán, ahogy mentek a meccsek, a Bécs kapcsán érzékelhető volt a Volánnak a négy közékkerülése esetén is hasonló érzéseim vannak, mint hogy a Veszprém képzeletlen csapata nyere BL-t. Hogy úgy gondolom, mindig lesz négy olyan osztrák csapat, amelyik vagy erősebb gazdaságilag, vagy jobb kerettel rendelkezik, ezért van a 14. szezonban is, hogy álmokról beszélünk. Tehát kétszer estünk ki a Bécssel szemben, úgyhogy ráadásul az elsőnél vezettünk 2-0-ot, a Palkovics góljával nyertünk a
bécsi csarnokban, aztán kétszer kiestünk a Salzburg ellen, egyszer a Bozán ellen, mindegyik kiesésnél ott voltam. A legnagyobb esélyünk a Jubjan ellen volt a négy közé jutás, a Kevin Primo volt akkor az edzőnk, és az a Járvánpa volt a túloldalon, hogy zseniás taktikákat dolgozott ki. Na de hát őt ugye eltiltották abban a szezonban az utolsó... Érdekes volt, hogy most nem védett büntetőt a túloldalon. És hogy gyakorlatilag két vagy három meccse volt, hogy a lelátóról szétjegyzetelhette akkor a csapatot. Meg akkor tehát ott nagyon zseniás taktikai húzások voltak nálunk kevésbé, és érdekes volt, Ocskai Gábor jöttünk haza autóval, és ő se hitt el, és én se, hogy annyira jól kezdtünk, hogy nyeltünk 8-2-re, nyeltünk 7-1-re, és aztán elfogytunk ott is a végén, tehát tulajdonképpen két sorral megvertek. A volánnal sokszor előfordult, hogy nincs olyan anyagi bázis a klubnak, hogy a riválisok a paddal tudnak nyerni a folytatásban. Ott ez nem merült fel, az egy jobb csapat volt, az a volán szerintem. Ott elrontottak dolgokat, de mondom, nehéz ügy, mert olyan osztrák csapatokkal kell felvenni a versenyt, ami azért nem egyszerű. Egy különösen egy ilyen szezonban, ahol tényleg mindenki tömögeti a lyukakat, és ez mondom, szerintem ez egy ilyen kamikáze akció minden klubnál. Itt a Tatabánya kéz is jelentették be pár hónapja, hogy nagy a baj, de aztán ők is végigcsinálják a szezon. Tehát ez a Covid, ez oly mértékben alakít át mindent, hogy mindenki, itt azért a magyar sportban döntően a szerencsejátékpénz az nagyon-nagyon döntő a TAO pénz. Ez még csörgedezik, de igazából külső szponzoráció nem nagyon érkezik, tehát néha úgy gondolom, hogy tényleg csodának tartom egyáltalán, hogy mennek a bajnokságok, tisztességgel mindenki befejezi, tehát annyira különleges szezon, és ezért bíztam, hogy a különleges szezon segíthet a volánon, de végül is nem tudom, hogy ez a realitás, de ez a Bécs, ez sajnos négy meccsen jobb volt. Az Oli nagyon jót mondott, hogy nem annyira jó, mint az alapszakaszban, de nem is annyira rossz, mint a play-offban. Az utolsó meccsben én nagyon bíztam, hogy nem így lesz vége a szezonnak, hogy hazai pályán. Nagyon vártam még azt, hogy kint találkozunk a pályán, és láthatlak az online közvetítésben, de aztán erre az, nem kerül az sor. Az egy komoly kihívás. Online, off-tube jégkorongot közvetíteni. Nem gyerekjáték, tehát. Ja, hát fűzzek ehhez még hozzá valamit, mert... Csak nyugodtan. Érdekelt, amit mondtatok. Én azt gondolom, hogy erős ez a jégkorong bajnokság. Viszont nem értem, hogy miért kell elsőnek lenni feltétlenül. Hát ez a cél. Van egy piszok erős mezőny, ahol nagyon erős csapatok vannak, rengeteg pénzzel fölfegyverkezve. Én, mint a pályaszéléről kívülről könnyedén bekiabáló, abszolút laikus, én azt várom el, hogy küzdelmet lássak a pályán. Én azt akarom látni, hogy ezek a srácok kiteszik a lelküket. Tök mindegy, hogy üt vagy nem üt, vagy ezt csinál, vagy azt csinál. Én azt akarom látni, hogy bocsánat, hogy nem engedik el a meccset. És számtalan olyan meccs volt az elmúlt időszakokban, amikor átáll a pályaszélén, és azt hitted, hogy ezek most valami másik irányba játszanak. És én ezt nem nagyon tudom itt elfogadni. És mondod, hogy a Covid betett mindennek. De hát az összes többi szektornak is működnie kell. A sportoló nem előlegezheti meg a bizalmat. Ő nem mondhatja azt, hogy akkor is kezem lábam töröm, hogyha most kevesebb zseton van. Ha megpróbálom megtartani a szponzoraimat úgy, hogy most is küzdök? Vagy mi az, hogy a másik csapat erősebb? Hát akkor küzdök a saját energiáim szerint. Nem, hát inkább... nem lehet úgy fölmenni a pályára az én megítélésem szerint, hogy hát ezek, hogy úgyis ilyen a kapitász, biztos sokkal jobb, mert drágább játékosok vannak. Nem így mentek fel. Tehát nem gondolnám, hogy a sportoló gondol ilyenre. Tehát én azt hiszem, hogy mindent megtettek. Egyszerűen néha úgy gondolom, hogy nem is feltétlenül normális egy 100 000-es magyar város egy bécsi csapattal, egy Salzburgival, egy Innsbruckival, egy Bolzanoival viaskodik, hiszen más a potenciál, mások a lehetőségek, más a társadalmi beágyazottsága ott azokban a városokban jégkorongnak, hiszen döntően az osztrákoknál ott most a másodosztályi futballcsapatok vannak Bécs kivételével, de ott a jégkorong például Linznél, ugye most jó a futballcsapatok is, de ott vezető sporták. Az osztrákok érdekes, hogy mi hajtsolcoljuk az olimpiai aranyérmeket, nekik alig néhány van, téli olimpiákon nyilván nagyon sok, de ők a nyári olimpiát nagyon sok ország eldobja. A csapatsportágokra fókuszál, és az osztrák bajnokságban való részvételünk, hogy 2007-ben ott voltam azokon a tárgyalásokon, amikor felvételt nyertünk. Én el sem hittem, hogy mi egyáltalán oda betagozódhatunk. Szoktam előtte járni meccsekre, és Ocskai Gábor, amikor Kovács Zoltán hívta őt telefonon, hogy a Jubjanát felvették a Jesenicét, és próbálja meg a volánt is, hiszen akkor az osztrák vorarlbergi csapatok kivonultak, és akkor mondtam a Gábornak, hogy ezt nagyon gondold meg, mert ez egy teljesen más kávéház lesz. De azt mondta, hogy nincs más esélyünk, mert volt egy olyan meccs, hogy 13 meccset játszottunk a Dunaferrel, vagy a Dabbal, akkor már úgy hívták őket, és alig volt eladható. Tehát a székesfehérvári jégkorong nézőszáma ilyen bajosan 1000 alá csökkent látványosan, és így aztán a közel 3000-ek azért megvalósultak, világsztárok játszottak. Tehát játszott olyan Pali, egy Donadi nevű játékos, meg nem mondom, melyik osztrák csapatból, a minden idők NHL büntetőpont listáján a top 10-ben van az ember, tehát legenda, Hentes és Mészáros, de attól függően, tehát, és aztán jöttek svéd világbajnokok, finnek. Hát nálunk is volt azért Rick Jackman.
Így van, tehát volt itt NHL gyűrűs játékos, tehát én úgy gondolom, hogy akkor elő kellett lépni, onnan már nagyon nehéz visszalépni, tehát voltak kísérletek visegrádi bajnokságra, voltak kísérletek a magyar bajnokság további erősítésére, úgy gondolom, hogy tényleg a fizetőképes kereslet van az osztrák bázisú bajnokságra, de ott sajnos mindig lesz négy csapat, én úgy gondolom, melyik erősebb vagy szerencsésebb, vagy adott élethelyzetben jobb döntéseket hoz. Hát akkor azért a szerencsében még bízhatunk, de itt már szóba került olimpia, meg szóba került kézilabda, akkor menjünk olyan sportágba, ami az asztal túloldalán ülőkhöz még közelebb is állnak talán. Ott vagyunk ugye az olimpián, a hétvégén kijutottunk, és persze örülünk neki, de bennem igazából megfogalmazódott az a kérdés, hogy tényleg ott tartunk, hogy ennek kell örülnünk, amikor a világ legjobb klubcsapata nálunk van. Ugye volt néhány évvel ezelőtt egy nagyon erős junior szériánk, amikor letarultunk mindent, most a múltról tényleg már ne is beszéljünk, de tényleg ott tartunk, hogy ennek örülünk, hogy kijutottunk az olimpiára, ahelyett, hogy azt számogatnánk, hogy hát ez egy mondjuk egy magyar válogatottól mindenkori elvárás, hogy ott legyen a legjobb négy között. Hát a mai világban szerintem, pláne sportvilágban valaki úgy megy bárminek neki, hogy ez bármiféle verseny, meccs, kvalifikációs torna, akármi kötelező elvárás az ott, mondjuk, hogy ott legyünk, azt szerintem nagyon rosszul csinálja, vagy nagyon rosszul gondolkodik. Tehát mai sportban az, hogy kötelező elvárást, ezt nem tudom megcsinálni. Tehát ilyen egyszerűen szerintem már nem létezik. De az meg, hogy De a kérdés próbáltam utalni, hogy ez egy, végülis ez egy kvázi pótselejtező volt, hiszen nem sikerült az EB-ről, VB-ről egyeneságunk kijutnunk, és tényleg örülünk ennek, de hogy egyébként talán a magyar kézilabda anyagi lehetőségei és a múltja alapján talán ennél többre hivatott. Hát igen, de amikor említetted a BL címvédő győrieket, és akkor itt megidézném a Bauer kollega kispályás futballcsapatát, az teljesen más tészta. Teljesen más tészta a női válogatott, meg más tészta a Győr. Nyilván, tehát hogyha amikor amennyi magyar játékos játszik mondjuk női kézlabdában a BL-ben, és abból akarsz te kijutatni egy olimpiára, akkor ez igenis egy szép eredmény. Hiszen azért valljuk be őszintén, Győrben nem nagyon dominálnak a magyarok, és akkor nagyon finoman és árnyaltan fogalmaztam meg. De akkor haladunk a probléma irányába. Nyilván a Győr választott annó egy utat, ők a külföldiekben bíztak, ők a világ legjobb csapatát akarták megcsinálni. Voltak ugye még a 2000-es évek elején olyan tornáik, sorozataik, amikor ez nem feltétlenül jött össze sok magyarral, itt volt például az EHF kupa döntő, nem is kell nagyon bemutatni Fehérváron, utána ők látványosan elmentek abból, hogy összegyűjtik a világ legjobbjait, legyen az norvég, holland, szerb, éppen akár ahonnan jön, és nyilván a magyarok kevesebb lehetőséget kapnak, de hogyha nincsenek olyan csapataid, akik mondjuk egy európai bajnokság élmezőnyében magyar játékosokat játszhatnak, akkor igenis örülni kell, mert nem nagyon játszhatnak. Ugye a Fradi az egy nem megbántva senkit egy középszint a BL-ben nagyjából jelen pillanatban, a Győr jelenti a topot, ott meg kevés magyar játszik. És hogyha nem játszik, most nem tudom, hogyha lenne olyan kimutatásunk, vagy kimutatásod, hogy nemzetiség szerint hányan játszanak mondjuk a legjobb nyolcban női kézilabdázók, és most a játékosok nemzetiségre gondolok, hát nem lennénk ott az elején, finoman szóval sem. Úgyhogy ebből a szempontból nézed, akkor szerintem örülni kell egy olimpiai szereplésnek. Ezért mondom, hogy gyakorlatilag eljutottunk a probléma gyökeréhez, hogy van sport a magyar női kézilabdában, csak nem a magyar játékosok. Így van. Viszik úgymond el, akár nevelési költség tekintetében, és akkor ugorhatunk is egy kicsit az Albára, hogy ugye az Alba felvállalta, hogy a fiatal játékosokkal játszik, hullámzó teljesítmény, alsóház. De én ezt nagyon szimpatikusnak tartom. És támogatom is. Tehát sokkal szívesebben járok ki, hát nem titok, én is dolgozom ugye a klubnak is, és sokkal szívesebben járok ki így a meccsekre, mint hogyha mondjuk 6 légióst kellene nézegetnem. Na, de akkor visszakanyarodtunk az eredeti problémához. Nyilván, tehát persze, akkor persze, a jégkorongra vonatkozik, a kézilabdára, mindenre vonatkozik, hát akkor ha kiveszem a sztárokat, mi is marad? Hát egy lelkes, jó kis csapat. Én megmondom őszintén, én például NB1-es futball meccseket már nem is nagyon nézek. Nem is érdekel, le sem köt, tévében sem. Megnézem másnap a gólokat, hál' Istennek azért most már fölkerülnek mindenhova. Ahogy Laci már az előbbi súrolta az NB2-es labdarúgó mérkőzéseket, legőszintébb foci. De tényleg. Sokkal jobban szeretem. Is, én nagyon szeretem a Paksi projektet, aztán Budafok nagyon hasonló,
Csizmadia Csabával, illetve a Haraszti Zsoltot tartom nagyon sokra, a Paksi Sputball vezértő. Tényleg ő mondta, hogy elmenne felvidéki vagy vajdasági magyarok irányába, de nem nagyon vannak olyan futbolisták, akik adott esetben jobbak egy Hán Jánosnál vagy a Bognár Istvánnál, de én is magyar párti vagyok egyértelműen visszakanyarodva, talán még egy picit a Győrre. A Győr az első hat nemzetközi kupadöntőjét elvesztette. Az utolsó volt BL döntő, az Zvezda Vrenyigorod ellen, és ők az Audi belépése, illetőleg a beszállítói kör olyan szponzorációs hátteret teremtett, hogy azt mondta nekem Anyós Attila talán 10 évvel ezelőtt, hogy eljött az a pillanat, hogy mi vagyunk a világ leggazdagabb női kézilabda csapata, de jellemző is volt, amikor egy Zullan ne úgy játszott, hozták a Nóra Mörköt, amikor a kapuba a Lunde úgy gondolta, hogy elmegy Rostovba, megvették a Grimsbyt, de jellemző, hogy valóban ott a norvég válogatott nyerte a BL-eket a Győrnek. Ők ezt az irányt választották, ott a főszponzor úgy gondolom, hogy neki az a fontos, hogy a világ legjobb csapatával rendelkezzen. Ez a négykarikás autógyár többi országban a futballban van jelen, Salzburgban, Bayern Münchennél tulajdonosi résszel is, de Magyarországon, ha a futballban bajnok is leszel, a nemzetközi porondó döntő sikert nem tudsz elérni. Tehát nagyon kell örülnünk egy Ferencváros szereplésének a BL-ben. Itt a kézilabda egy olyan potenciált jelent a német tulajdonosoknak, úgy gondolják, hogy ez pont megéri, árérték arányban jó. Ennek az az ára, hogy a magyar válogatott gyengében szerepelt, éle 2008-ban voltunk kint Pekingbe, és ott nem is szerepeltünk rosszul Hajdú Jánossal, de az biztos, hogy ezt külön kell választani, mint ahogy a Veszprém kapcsán is. Egy kicsit csodának tartom a férfiak szereplését egyébként, ugye nem leszünk ott az olimpián, de ott például rengeteg a külföldi ott is, bár a férfiaknál az arány nem ennyire jelentős a világsztárok és a magyar játékosok között. Tehát több magyar játékos van nemzetközi szinten olyan magasan, mert a válogatottunk is jobb, mint a nőknél. Azzal együtt én ezt a szerbek elleni meccset nagyon betyárosnak találtam, én sokkal nehezebbre számítottam. Tehát úgy gondolom, hogy kijutni egy olimpiára most már egyetlen sportágban sem könnyű. Főként azért nehéz, mert ott a létszám miatt, hogy 10.500 sportoló, néhány kísérő, ott nem emelik. Futballban is azért mi azért jutottunk ki 16-ban, ami csodálatos szereplés volt, és életem legszebb 3 hete, mert 16-ról Michel Platini vezetésével fölemelték 24-re. Férfi kézilabda is azért 24-jel megy, női kézilabda is, tehát ott azért a 16-ról a 24-ig az a 8 csapat, abban döntően a magyarok mindig be tudnak kerülni. Az olimpián pedig nincs változás, tehát ezért nagyon nehéz. A futball VB is azért nagyon nehéz, mert Európából 13 csapat jut ki, míg egy EB-re 24, és a 13 és a 24 között óriási a különbség. Kiszámoltam 11. Mert ügyes vagy. Jó, hát ha már szóba került a foci, akkor mehetünk ebbe a téma, vagy ebbe az irányba tovább, ugye tehát hétfőn veszük fel az adást, ebben most nincsen titok, kedden kerül adásba, és ugye akkor szerdán, tehát holnap, igen, kezdődik ugye részben Fehérváron az U21-es Európa-bajnokság. Itt is ugye tulajdonképpen akkor ez ilyen fiatal műsor lesz a mai, vagy ilyen fiatalokkal foglalkozó, hogy itt mire számíthatunk. Brutális a sorsolás, hiszen a németekkel, románokkal, hollandokkal, talán a románokkal lehetünk pariban, de azért az U21-es EB-ről is tudjuk, hogy azért néha borul a papírforma. Kiesünk már itt a csoportkörben is, júniusban már nem leszünk érdekeltek, vagy... Nehéz kérdés. Én nagyon meglepődnék, ha sikerülne, igen, tovább jutnunk. Tehát volt az első időszakban nem is nyert ez a csapat meccset, talán egy döntetlenje volt, és nagyon sok vereség. Tehát azt hiszem 7 vereséggel kezdtünk. Ráadásul most Gera Zoltán futballistának zseniális volt. Edzőként én nem szeretném minősíteni, nem tudom, hogy mágnes táblánál mennyire karakteres, de nem lesz könnyű dolga. Tehát olvastam, hogy Demény Patrik helyett kapuban új játékos, aztán 4 koronások lettek még, tehát önképpen itt a pandémia orvosai állítják össze kis túlzással a keretet. De biztos, hogy nem egyszerű pont a németekkel kezdeni, hiszen a németek minden korosztályban, mindenütt, minden világversenyen dobogósok vagy dobogó közöliek gyakran nyernek is. Volt a spanyol utánpótlásnak, egy portugálnak volt a Figóék időszakasztan, a később az a spanyol csapat, amely 2010-ben világbajnok lett, ők nyertek minden tornán mindent, és ezzel kicsit utána nyertek a németek is. Nyertek ők is aztán VB-t nem sokkal később, de az biztos, hogy nagyon nehéz. Tehát a sorsolás sem könnyű, valóban a románok tűnnek verhetőnek, úgyhogy én a szerdára az első meccsre én is nagyon kíváncsi vagyok. Tettem kísérletet, hogy belátogatok a mérkőzésre, de teljesen esélytelen volt a buborék torna miatt. Tehát a futball ilyen szempontból a legnehezebb.
meg a futballban nehezebb a legnehezebb eredményt is elérni. Tehát azért, amikor többi sportággal összehasonlítják a futballt, ott utánpótlás szinten is mindig más. Tehát világsportágban a futball, szakadék, jött a kosárlabda, még nagyobb szakadék, kézilabda, jégkorong, röplabda, vízilabda, stb. Tehát a fociban arányaiban azért sokkal nagyobb a mezőny, sokkal több helyen űzik, a legegyszerűbben két leteszek két bódét, és aztán a fűbe, vagy a földön, vagy a salakon rugom a labdát, vagy a betonon. Tehát a foci ezért világsportág, egyrészt leginkább nézhető, legnagyobb marketing mögötte van, de mondom, utánpótlásban is, tehát egy kézilabda, vagy egy vízilabda világeseményen egészen biztosan mondanám a továbbiakat a csoportból, itt most nekem ez óriási bravúrt jelentene. Ebben abszolút egyetértünk, azért itt ebben a korban már kijönnek azok az erőviszonyok, ami a felnőttben megvannak. Tehát lentebb azért vannak még meglepetések. Ugye ennek egyik karizmatikus példája mindig az afrikai válogatottak. Tehát ők kicsiben, 15-17-ben agyon tudják verni a világot, úgyhogy mire felnőttek... Csak néha 27 évesként. Jó, most ezt... Korábban született egy pár éve. Igen, más az időszámít, más időzóna, tudod. Elszámoltam magát az orvos. Tehát ott Rómát tudják verni a világot, aztán amikor eljutnak felnőttre, akkor már kijönnek azért olyan különbségek, főleg csapatként, amik az európaiak javára, vagy a dél-amerikaiak javára eldöntik ezt a különbséget. Itt én is nagyon meglepődnék, hogyha itt lenne sanszunk, úgy meg pláne, hogy tényleg azért a Gera Zoltán vezette szakmai stáb, azért nagyon sok nehézséggel küzdött meg itt az elmúlt egy hétben, és még lehet, hogy most is küzd, csak éppen még nem tudunk róla, tehát lehet, hogy még erről is jönnek majd hírek, nem lehet tudni, nagy csoda lenne, az biztos. Mondjátok, hogy a foci legegyszerűbb, leszúrok két karót, és lehet rúgni a labdát. Igen, nyilván ezért működik ez 10 éves korig. De aztán van egy pillanat, amikor őket kezelésbe veszi egy ultraprofi stáb. Én nem nagyon nézek focit, viszont nagy erőszeretettel bámulom ezeket a gól összefoglalókat. Hát olyan gólokat rúgnak, mintha nem is ember küldte volna rá a kapura a labdát, hanem valami gép. Tehát azért a felsőházban hihetetlen kunsztok vannak. Megint azt kérdezném meg, hogy akkor hol romlik el a történet? Ott, ahol mondtad, ott a 10 éves kor körül, igen, sajnos. 40 éve keresi a választ, okay, erre Magyarország egyébként. Hogy szinte az összes sportágban ez van, hogy hol van az U21 alatti ütőképes gárda, mert hogy most már mögöttük állnak a megfelelő szakemberek, orvosok, tulajdonképpen lóvé is van, hogyha azt nézem, stadionunk van annyi, amennyi csak kell, akkor hol van az a teljesítmény, amit most már lassan joggal elvárhatnánk, hogy akkor hol az utánpótlás? És az a jégkorongra is vonatkozik, és mindenre is vonatkozik. Tehát ezért én mondjuk a focihoz tényleg nem értek, csak itt ebben a témában ez engem nagyon megütött megint, hogy van egy pillanat, amikor profinak kéne lenni, és akkor mégse vagyunk mi magyarok ott a spiccen. Pedig amúgy minden megvan hozzá, múlt jelen. Régi mondtad, hogy nem értesz annyira, a focihoz pont akartam kérdezni, hogy ugye indulnak a VB-selejtezők is, és mire számítasz a lengyelek elleni, San Marinói, andorrai meccs kapcsán, hogy hány pontot gyűjtünk? Arra mindenképpen nagyon számítok, hogy lesz otthon a hűtőben sör. És arra is nagyon számítok. Én nem nagyon szoktam, nagyon szégyen itt sportrajongók között ülni. Én nagyon ritkán nézek focit, tehát csak olyan meccseket nézek meg, ami valamiért engem, hát így különösen érint vagy izgat, de így általában focit nem nézek a tévében. És most valószínűleg kilépek az ajtón már, kezem lábam el lesz törve, de ez van. Hát, a kezed nem, hát fotóznod azért kell. Ja, azért így van. Viszont akkor dobom ide a labdát a labdarúgáshoz, egy hangyányit jobban értő és inkább érdeklődők felé, hogy mennyire fog nekünk fájni ez a helyzet, hogy nincs Szoboszlai. Ugye nyilván Andorra, San Marino, mondanám, hogy kötelező, de azért Andorrában is égtünk mi meg. Nem fogunk szerintem. Tehát pont én akkor megválasztom, hogy a három pontnyira fog fájni. Tehát én azt mondom, hogy a lengyelek nekünk túl nagy falat jelen pillanatban. Tehát ők, pláne az, hogy egy Lewandowski milyen formában futballozik, tehát kb. Helyzet nélkül rúgdalja kettesével, hármasával a gólokat, ugye hétvégén azt hiszem duplázott, ugye? Úgy, hogy emberhátrányban futballoztak. Tehát, most hogy olvastam, hogy ugye 25 meccse, 35 gól, ezzel az európai top bajnokságokban 38 csapatnál rúgott többet egymaga. Így van, tehát ő egyszerűen olyan Bundesligában. Olyan formában is azért egy olyan meghatározó játékosra, hogy a lengyel nemzeti együtt, tehát igazából a meghatározó játékosa a lengyel csapatnak, hogyha ő úgy megy oda, hogy önbizalommal telve, és azért rá felnéznek, és őt úgymond követik a társak ebből a szempontból, tehát ő tud olyan lendületet adni a saját válogatottjának, amiből a lengyelek nagyon jól jönnének ki. És én biztos vagyok benne, hogy most nem csak mi, de bármilyen más, akár európai top válogatott játszana a lengyelekkel, nagyon-nagyon kőkemény dolga lenne velük. És ezt majd szerintem meg is látjuk. És akkor ez tulajdonképpen Szoboszlaitól független?
Ez Szoboszlaitól független szerintem. Tehát én eleve nem örülök ennek a Szoboszlai jelenségnek feltétlenül, mert nem hiszem, hogy egy 20 éves rác lesz most rá kell pakolni. De úgy tűnik, hogy ő bírja. Sőt. Bírja, csak hosszú távon nem biztos, hogy ez kifizetődő. Neki sem, meg a magyar futballnak sem. Tehát nem függhet egy magyar futball ennyire egy embertől, mint amennyire beállítják, hogy egy embertől függ. Nem lenne szabad. És itt kapcsolódik össze a kérdés az utánpótlás neveléssel, hogy azt nem örülhetünk annak, hogy van egy Szoboszlaink, mert csak egy van. És az sem feltétlenül teljesen Magyarországon nevelődött ki. Tudom, múltkor feltettem neked, bocs. És hogy befejezzem, ugyanakkor tartom annyira erősnek ezt a válogatottat, amilyenket most, a magyar válogatottat, hogy ugyan én azt mondom, hogy a lengyeleknél szerintem ott pont nélkül maradunk sajnos, de tartom olyan erősnek, hogy nem fog beleesni a korábbi elődei hibájába, hogy egy Andorra ellen például pontot veszít. Tehát van annyira karakteres most nekem ez a Rossi csapat, hogy ő ezt a két meccset biztosan be fogja húzni, Szoboszlai nélkül is. Akkor te 6 pontot mondod. Én 6 pontot mondok, igen. Én mondok 7-et, mégpedig azért, mert a lengyeleknél Paulo Sousát ismerjük jól, de hát igazából most ismerkedik azzal a brigáddal, talán másfél hónapja nevezték ki. Én úgy gondolom, hogy a mi csapatunkat azért Marco Rossi építi már évek óta, tehát az összeszokottság hazai pályáról zárkapu esetében nem nagyon beszélhetünk, de mégiscsak csak valami erőnyt kell, hogy jelentsen. Ezt a két kis csapatot atombiztosan kell vernünk. Váridi Péterrel beszélgettem pár hónap előtt, akkor azt mondta, hogy azért a magyar futball eljutott odáig, tehát azért fejlődtünk, hogy ezeket a kicsiket nagy valószínűséggel megverjük. Amennyiben nem, az a karrierébe kerül az edzőnek. Itt volt például a Ben Stok 2016-os remek szereplése a norvégok elleni kvalifikáció, aztán az EB, amire tényleg úgy emlékszünk a továbbjutás a csoportból, és a belgák ellen is, bár kikaptunk 4-0-ra Toulouse-ba, de tisztességgel állva haltunk meg. Tehát erre mondta azt, bocsi, Dárdai Pál, hogy ott azon a meccsen reálisan 10 gól volt a két csapat között a különbség. Nem domináltunk valóban, de támadtunk még, Juhász Rolynak is volt helyzete a végén, tehát úgy gondolom ezt a két kicsit egészen biztosan megverjük, és én azt hiszem, hogy az összeszokottság egy pontot eredményezhet a lengyelek ellen, de persze itt az ember gyárt legendákat, meg mond dolgokat, aztán lehet, hogy nagyon simán kikapunk, ez is benne van. De azt hiszem, és hogy Ben Stok 16-os szereplése volt, 17-ben kikaptunk 1-0-ra Andorráról, ott vége is lett a magyar szövetségi kapitányi szerepvállalásának. Ennél a magyar futball már lényegesen jobb. Tehát ezeket a... Ez egy örök kérdés, hogy jobb lett egyébként mondjuk az elmúlt 10 évben a magyar foci? Szerintem határozottan jobb. Még ha nem is tartunk ott, ahol Laci szeretné, mert ott még nem tartunk, hogy jöjjenek a tehetségek, de én azt mondom, hogy felfele megyünk. Én nem itt szeretnék tartani, én ott szeretnék tartani, mint Minarik Ede, mikor a pisztolyt a kapufára akasztotta, és azt mondta, hogy ide gól nem jön be. Nekem ez, amiről itt beszélgetünk, ugye múltkor föltettem neked ezt a kérdést, hogy miért mondjuk azt, hogy görbicék, meg blablabla, bla, bla, hogy miért egy emberhez kötjük. És mondtad, hogy ez egy ilyen újságírói szükséges fogás, hogy így nevezzük el a csapatot. Engem így mondtam, többször kérdezik, hogy outsider vagyok, ez engem teljesen irritál. Az is, hogy Szoboszlaiék, ettől így rosszul érzem magam. Én ezt egy csapatsportágnak élem meg én ezt úgy szeretem nézni, és kimondottan idegesít, amikor így egy emberre ráfűznek valami történetet. Tehát azt is utálom, hogy ha a Szoboszlai, hát 11-en futkároznak ott a pályán már, bocsánat. Tehát vannak ott a többiek is, és ne legyenek már így emberek kiemelve. Nem újjon már azon, hogy ő éppen bal lábbal vagy jobb lábbal kelt föl, meg hogy meg lehet-e terhelni, vagy sem. Miért lehetne megterhelni? Ez a dolga, ezért kapja a fizetését, akkor menjen föl a pályára, és lehessen annyira terhelni. De én ezt nem tartom valami szerencsésnek, mondom kívülállóként, hogy akkor így egy emberre ráhúzzuk a történetet. Ez egy csapatsport, mert tök más, amikor ugye valaki hát egyéniben küzd valamiért, mert az az ő dolga, hogy aznap jobb vagy bal lábbal kelt föl, és ez neki szerencsét hozott-e. Most egyébként az a jó hír, hogy okay, az nem jó hír, hogy nincs Szoboszlai, mert akkor nem mondjuk az, hogy csak rajta, vagy róla szól az egész. De azért vannak olyan játékosok, most ebben ugye ott van például Gulácsi, Orbán, ugye én bátran mondom, hogy a két Szalai, mert én azért Szalai Ádám játékát nagyon-nagyon szeretem, hiszen ez a csapat ugye alapvetően egy lengyel meccsen alapvetően azt mondom, védekezni fog, a védekezés pedig ugye egy modern futballban a csatárnál kezdődik, és ebben például Szalai Ádám szerintem nagyon-nagyon jó. Ott van ugye Loik Négo, A Négo Lajos, vagy akár tényleg Sallai Roland, vagy? Sallai, nemzetközi szintű futbolista, tehát a Bundesligában játszik, ő szerintem nagyon komoly kvalitás, amikor kettesbe játszanak a Szoboszlaival, az egész biztosan nemzetközi szint. Tehát én úgy gondolom, hogy van ma azért futbolistánk. Az, hogy 12-es a mezőny az NB1-ben, nem hiszem, hogy ez hozott változás, nagyon sok változás hozott az infrastruktúra. Beszélgetek ilyen
40 évvel ezelőtti futballistákkal a Vidinél nagyon sok tehetség abba hagyta a salak miatt. Tehát volt egy centerpálya gyepszőnyeggel, és utána három salakos pálya, és egy becsúszás után nem maradt térdük. Tehát azt mondták, hogy nagyon sok tehetséget elvesztettünk, ezzel már nincs gond. Tehát én úgy gondolom, hogy eszközrendszerben, anyagi biztonságban, lehetőségrendszerben, nemzetközi szinten vagyunk nagyon sok tekintetben, mintha valaki azt mondja, hogy egy Vidóton akár, Molfehérvár FC, vagy egy Fradi, már olyan büdzséből megy, amivel a Rapid Winnel, vagy egy Sparta Prahával fel tudja venni a versenyt, ezt én 10-12 éve elképzelhetetlenek tartottam, tehát most már van egy olyan financiális háttér, ami óhatatlanul is hozza magával az eredményeket. Picit a szakmát hiányoltam sokáig, csak néha most nézem a Fradit a BL-ben, ott már érzékelek szakmát, a Vidi kapcsán is érzékeltem szakmát itt az elmúlt években, és úgy gondolom, hogy jövünk előre, és talán még a bajnokságot is lehetne 14, hanem is 16 csapatra. Nagyon izgalmas minden meccs, tehát én úgy gondolom, hogy a futball előrelépést. És mindig azt mondom, a sportág és sportág közötti különbség, hogy ha vízilabda mondjuk egy hetedik egy EB-n, az pont kevesebbet ér, mint a futballben van a 24-be, hiszen teljesen más a beágyazottsága a sportágnak. Mondjuk az, hogy a női kézilabdázók 12-ek, az lényegesen kevesebbet ér, mint amikor a futballben van a 16-ban mondjuk egy kontinens viadalon. Tehát azért, mert teljesen más a rivalizálás, és teljesen más az adott sportágnak a megítélése nemzetközileg. Na, és még egy picit maradjunk a válogatottnak. Éresi Krisztián bemutatkozik? Hát szerintem hív fel a Rossi kapitányt, és kérdezd meg tőle. Nem tudom. Én nagyon szurkolok neki, mert ugye innét indul. Így van, persze. Ő abszolút... És nagyon jó formában van az elmúlt hetekben. Igazából nem tudom, hogy befolyásolná-e az ő karrierjét, hogy most mondjuk beküldi az utolsó két percet, mert azért az valljuk be őszintén, vezető szerepet nem fog rátenni egy lengyelek elleni meccsen, ez teljesen egyértelmű. Nem hiszem, hogy nagyon befolyásolna az ő pályáját az, hogy most két percre beküldik, vagy nem majd lengyelek ellen. Később csapatok ellen, nem tudom. Igazából megmondom őszintén, nehéz. De ti mondjuk láttok benne olyan potenciált, hogy a későbbiekben... Én megmondom őszintén, még akkor dolgoztam a Fehérvári Egyesületnek, és én már csináltam vele még utánpótlás játékosként videóinterjút. Már akkor látszott ifiben, fiatalok, nem is tudom, melyik bejátszotta akkor még. De már akkor látszott, hogy azért nagyon fölfele lók ki abból a társaságból, meg abból a bajnokságból is. Úgyhogy én látok benne. Az, hogy ez most jön el a válogatott bemutatkozás, vagy később, nyilván nála kardinális kérdés a sérülés, hogy mennyire sérülékeny, hogy ez most egy egyszeri, ilyen komoly sérülés volt, hogy alapvetően ez meg fogja határozni a pályáját. Nagyon reméljük, hogy nem így lesz, és ez egy egyszeri olyan dolog volt, amit maga mögött hagy. A többi meg már csak rajta múlik, mert szerintem az alapjai neki nagyon is megvannak. Én nagyon szurkoltam neki, mert ami körülötte zajlik, az most szinte csoda kategória, szinte egy hollywoodi történet, hiszen nagyon jól kezdett fiatalon. Nemzetközi meccseken például a Henning Bergnél, itt két embernek volt egész biztosan stabil a helye, az a Szolnoki Roland volt, és a Kisgéresi. Nem feltétlenül voltak ők alkalmasok arra, hogy vezérek legyenek a Vidibe, de akkor az edző megpróbálta, és aztán utána két évig húzódott ez a gerinc probléma. München, ilyen orvos, olyan orvos, ilyen beavatkozás, mindenki más mondott, sokan már le is mondtak róla, hogy egyszerűen nem derült ki, hogy mi a baja, aztán végül is egy specialista megtalálta, és óriási dolog volt ez a kölcsönadás, és nagyon jól is szerepel, hogy egészen álom góllal mutatkozott be, azt hiszem a Hungária körúton lőtt azt a fantasztikus gólt, a folytatásban is jól játszott. Nem gondolom, hogy szerephez jut. Nagyon lengyeleken egész biztosan nem. A másik két meccsen ilyen taktikai jelleggel, vagy 88-90 percben lehet, hogy beérkezik, de nem tartom valószínűnek. Tehát de nem gondolom, is kell most ennél több neki, nem? Tehát ez most egy megelőlegezett bizalom, ami úgy gondolom, hogy óriási dolog, hogy egyáltalán a válogatott keretbe őt számításba veszik. Ez mondom, ahol tartott mondjuk egy évvel ezelőtt, ahhoz képest ez is egy hihetetlen kategória. Itt a Vidiben most erősítés jelentene? Igen. Én ezt kimondom. Szerintem pedig nem. Az a kérdés, az a Vidóton, amelyik most dobogóra tör, bár ha azt vesszük, hogy a felcsútban nagyon jól játszik, és a felcsút azért pontokkal van a Vidi előtt, akkor én úgy gondolom, hogy tudna segíteni. Itt az a kérdés mindig, hogy a Vidi mit szeretne, hogyha stabilan csoportkörös nemzetközi szinten, akkor még szerintem neki utol kell érnie magát arra szinten, mert 3-4 évvel ezelőtt valóban jól is játszott, és Nikolic érában
az edző Nikolić nem a csatárérában. Ott jól is játszott, és fontos gólokat szerzett. Érték a magyar futballnak, és mondom, ez a Rossi nagyságát bizonyítja, illetőleg az előrelátását, hogy egy ilyen sérülés után is számításba veszi. De én azt hiszem, hogy ő egy pluszt akar adni neki, mert én nem gondolnám, hogy most ő számít azzal, hogy ő beküldi, gólt szerez, meccset dönt el. Kevés az időnk, kosarazzunk egy kicsit még a végén. Legyen így. Folytatódik a bajnokság a Falco ellen. Ugye a kosarasokról is elmondható az, hogy ami a kézi csapatról, hát az nem, hogy fiatal lenne, vagy egyértelműen egy nagyon fiatal gárda lenne, de az, hogy azért elég hullámzó a teljesítmény. Hát megfogalmazhatjuk így is, igen. Maradjunk ennyire. Próbáltam diplomatikus lenni, igen. Szereplést viszont ott... Hát nagyon érdekes ez a bajnokság, ugye nagyon sok olyan csapat van, akivel nagyjából sejtettük, hogy nem lesz rossz, aztán kiderült, hogy kifejezetten jó lett. Érdekes módon én azt vártam egyébként, hogy amit Laci korábban említett még a hokinál, hogy majd itt kivárnak, hogy ez ilyen túlélő szezon lesz, hogy esünk túl rajta, lemegy a Covid, aztán majd, amikor akkor lehet rendesen nyomatni, akkor nyomatjuk. De nem ez lett a vége szerintem, mert nagyon sok csapat nagyon-nagyon komolyan vette ezt a szezont, és ennek köszönhetően nagyon jó bajnokság jött ki. Igen, az mindjárt mondja Laci, hogy hát miért nem vennék komolyan? Hiszen... Igen, nyilván. De ezt már elmondtam. Ezt már elmondtam. Csak ide. Igen, szeretjük hallgatni. De egy nagyon jó kis bajnokság lett. Igen, hullámzik az Alba, de szerintem nagy tragédia itt nincs egyelőre. Nem látom nagy tragédiát. Vannak olyan meccsek, ami nagyon-nagyon kár. Vannak olyan meccsek, ami ilyen-olyan dolgok következtében úgy mentek el, hogy nem kellett volna elmenniük. De ez benne van nyilván a csapatjátékokban, meglátjuk majd a folytatást. Érdekes lesz az biztos így, hogy nincs középszakasz, így izgalmas lesz. Ugye gyakorlatilag az Albának egy alapszakasz meccs, aztán rájátszás, úgyhogy érdekesen fog alakulni, az biztos. Mire leszünk képesek, Laci? Hogy látod? Az elődöntőre feltétlenül. Én azt hittem, hogy jobbak leszünk, ahogy kezdtünk. Tehát nagyon jó indultunk, utána volt egy ilyen nyertünk, veszítettünk, volt egy hatos győzelmi széria. Aztán kikaptunk Szombathelyen nagyon simán, akkor kicsit gödör, utána 7 meccsből 6 vereség, és ezt zártuk le a Pécs elleni idegenbeli győzelemmel, ahol jól játszottunk. Körülbelül ez a 4.-5. hely most reális, és valószínűleg a Szegeddel fogunk viaskodni, akik kétszer 20 pont fölött megvertek bennünket, de nem gondolnám, hogy ők annyira jók. Mi úgy gondolom, akkor voltunk a mélyponton. Én azt hiszem, hogy elődöntős feltétlenül lehet ez a csapat. Hétvégi meccsét nézve a Falkónak és a Szolnoknak ők erősebbek. Tehát én azt hiszem, hogy a Falkó játékos állományra erősebb, de Potocnik nagyon, nagyon jó szellemben és nagyon jó taktikával játszhatja az olajt. Én azt hiszem, hogy Szolnok-Falkó döntő. Én úgy gondolom, hogy mi játszunk egy bronzmeccset majd valakivel. Nagyon bízom benne, hogy megnyerjük. Tehát a korábbi két szezon után tavaly előtt lettünk 11-ek, tavaly a 6. helyen tanyáztunk. Valószínűleg playoffosok lettünk volna, amikor március 11-én lefújták a bajnokságot. De én úgy gondolom, az elődöntő abszolút reális elvárás a vezérkarnak, a szakmai stábnak is. Én azt hiszem, hogy az egy kimondottan jó eredmény lenne, hogyha összejönne. Tényleg kevés időnk van, hogy itt egyébként kosárlabdában mennyire számít, hogy érzitek az, hogy nincsenek nézők? A kosárlabdában amúgy is az a sportág, ahol leginkább számít a hazai pálya. Elsősorban a gyűrű és a közeg miatt, hogy mennyire érzi egy játékos ezt, de mennyire hiányoznak a szurkolók? Minél, hogyha a hokinál azt mondtuk, hogy hiányoznak? Én azt mondom, hogy nagyon. Nagyon. Tehát én ott vagyok az összes meccsen. Bár nem annyi, mint ott vagyok az összesen, de nem annyi, mint a Laci, mégsem. Nagyon sok meccsen. Ennyi, de nagyon. Tehát én ott érzem egyébként a legjobban. Tehát így a női kézilabda, a férfi kosár, foci meccseket összevetve, én a kosárban érzem legjobban a szurkolók hiányát. A Laci a hokit mondta, én ugye nem járok, ugye azt nem tudom, nincs rá tapasztalatom, de én kosárban nagyon érzem azt, hogy nincs meg az a közeg, ami alapvetően ezt a játékot szó szerint ugye itt az Albánál körül öleli minden oldalról, minden négy oldalról, és látszik azért a játékosokon is, hogy azért még mindig nem szoktak bele a csapatok ebben a nézők nélküli meccsekben. Az egészen biztos, hogy ami a kosár pályán van, az mindenkit magával ragad. Tehát az futóst, mindenkit, tehát ott van egy olyan rezgés vagy feszültség a levegőben, amit így nem lehet leírni. Tehát abban benne vagy, akkor érzed, hogy ott történik valami, és ha azt mondtam a hokira, hogy onnan hiányzik, hát innen nagyságrendekkel jobban hiányzik. Tehát a büntetőknél, a fontos helyzeteknél kell. Egyszerűen nem lehet mit mondani. Azok, néha már majd miért volt abban egyébként, amikor az ellenfél büntetőzött. Tehát ezek így itt kellenek. De hát profik.
Ennyi. Csodálatos végszó volt, és annyit még hozzátennék, hogy reméljük, hogy minél hamarabb visszatérhetnek a nézők a lelátóra. Én köszönöm a mai vendégeimnek, Kis Lászlónak, Németh Zoltánnak és Horog Lászlónak, hogy itt voltak velünk, és hogy mondani szokták, emeltétek az este fényét és a kezdőkör fényét, önöknek pedig a figyelmet. Ezzel a műsorral legközelebb, majd egy hét múlva találkozhatnak itt a Fehérvár Televízióban. Viszontlátásra! Game.